Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend, január 22-én pénteken. A mai műsorban ajánlunk Önöknek vízpartit, fészektúrát, gasztroeseményt, így érdemes ismét velünk tartaniuk. És ha már említettem a gasztroeseményt, érdemes tudni, hogy a 11. torkos csütörtökkel indul a gasztroélmények éve. Erről a két rendezvényről beszélgetek vendégemmel, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökével, Krivács Andrással. Szia András! Szia, üdvözlöm a nézőket! 11. alkalommal torkos csütörtök, szinte hihetetlen. Mi is ez a rendezvény, és utána beszélünk majd a tematikus évről. Hogy repül az idő, bizony. 11 évvel ezelőtt emlékszem rá, hogy a torkos csütörtök előtt egy pár nappal már minden vendéglátósnak szíve dobogott, és örült a boldogságtól, ugyanis telt házzal vártuk ezeket a csütörtököt, ezt a csütörtöki napot, amely ilyen torkoskodhatunk, ez egy hagyományokra épülő 11 éve mindig húsvét előtt 40 nappal abban a bizonyos bőjti szezonban kell elképzelni. És akkor ilyenkor lehet? Lehet torkoskodni, igen, tehát bőjt van, de mivel farcsomag utáni ételekről beszélünk, itt ezen a csütörtöki napon kivetkőzhetünk magunkból, és újra torkoskodhatunk, és utána jöhet majd a többi bőjti nap egymás után egészen húsvétig. És tényleg most van 11. alkalommal, február 11-én a Magyar Turizmus Zrt-nek ez a promóciós éve, a gasztroélmények éve és az első nagy nyitó rendezvény a torkos csütörtök. Hogyan működik? Gondolok itt arra, hogy fogyasztói szemszögből, illetve éttermi szemszögből, tehát ki az, aki mondjuk regisztrál, mi az, amit vállal ilyenkor, és egyáltalán mi, hétköznapi emberek, hogyan csatlakozhatunk be ebbe a rendezvénybe? Jó kérdés, és nagyon összetett. A éttermek, azok az itthon.hu, tehát a Magyar Turizmus Zrt-nél jelentkezhetnek el, mert promóciós néphagyományokat ápoló vagy tisztelő rendezvénysorozatra, a torkos csütörtökre. A torkos csütörtöknek a külön weblapja van az itthon.hu weblap alatt. Itt lehet megnézni majd azokat az éttermeket, akik csatlakoztak ez a promócióhoz. Február 9-ig csatlakozhatnak az éttermek. A étterembe járó kedves vendégek pedig folyamatosan foglalhatnak az ott megjelent éttermeknél. Amiben változott az eddigi évekhez képest a torkos csütörtöknek a maga kínálata, illetve maga az egész sorozata, hogy eddig 50% volt a teljes ételitalfogyasztásból, de itt belekerült az alkohol is és az alkoholmentes italok is. Ettől az évtől a Magyar Turizmus Zrt. Egy picike könnyítést ad az éttermeknek, a alkoholmentes italokra ugyanúgy 50% és az alkoholos italokra már csak, tehát nem muszáj adni az 50%-ot. Talán valamennyi könnyebbséget jelent a becsatlakozott éttermek részére. Tavaly évben 600 vendéglátóegység vett részt a promócióba, itt most 300-tól már most többen vannak. Megyéből több mint 10, a régióból pedig több mint 30 étterem csatlakozott a promócióhoz. Ezek jó adatoknak tűnnek nekem, laikusnak, hiszen elgondolkodik azon az ember, hogy 50%-ot fizet majd a legvégén a fogyasztás után, ugye a vendég, hát kivéve megéri? Kivéve az alkoholos italok, de hogy egyáltalán megéri ez az étteremnek? Tehát van akkor a promóciója és tere ennek az egész torkos csütörtöknek, hogy azt mondja az étterem, hogy igen, én is beregisztrálok erre az eseményre? Anyagilag semmiféleképpen nem éri meg. Marketing szemszögből, hogyha nézzük, és azok a vendégek, akik egyébként is odajárnak a bizonyos éttermekbe, vendéglátóegységekbe, vagy éppen olyan kereskedelmi egységekbe, amik ételt, meleg ételt és italt állítanak elő, vagy termelnek, megéri. Tehát hosszú távon biztos, hogy megéri.
Milyen jellegű gasztro év lesz a 2016-os? Hiszen említettem a beszélgetés elején, hogy ez a torkos csütörtök lényegében egy nyitánya lesz egy nagy-nagy durranásnak, ami az egész ország területén elérhető lesz, gondolom itt a megyében is. Nagy valószínűséggel igen. Mi, mint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség teljes mellszélességgel támogatjuk a Turizmus Zrt-nek a kezdeményezését, hogy a gasztronómiai élmények évévé választotta 2016-ot. Nem is tehetünk mást, hiszen gasztronómiai szervezetként ez a feladatunk, ez kell, hogy tegyük. Turizmus Zrt-nek a sajtókommunikét mi is olvastuk, folyamatos kapcsolatban vagyunk a vezérigazgatósággal, akik azt ígérték, hogy az első nagy dobásuk, az első nagy durranás a torkos csütörtök, aztán 4-5 nagy rendezvényt szeretnének és hasonló promótálást a magyar gasztronómiai termékeknek, vagy éppen az agráriumban megtermelt termékeknek, amely az a torkos csütörtök, ugyanis de szoktuk mondani, és már nagyon régen mondjuk mi gasztronómusok, hogy a megtermelt magyar értékeket a legjobban promótálni a magyar asztalon, a vendégek asztalán, azon bizonyos fehér asztalon lehet. És mi is rendezünk rá plusz rendezvényeket, mint Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, és a Turizmus Zrt-nek a 4-5 nagy rendezvényem elé pedig teljes mellszélességében beállunk, és segítjük az ő munkájukat. Természetesen az, hogy milyen jellegű rendezvények vannak, ezt mi sem tudhattuk meg, ugyanis a Turizmus Zrt úgy döntött, hogy csigázza továbbra is az érdeklődést, és nem szeretne puffogtatni a puskaport előre. Annyit tudunk mi is, hogy 4-5 nagy rendezvény, és negyedévente tematikus programokkal fognak jelentkezni. Mi pedig szeretnénk mellé állni emellé, a tematikus programok mellé, és azokat a bizonyos alapanyagokat minél jobban promótálni, akár saját rendezésű rendezvényeinken, vagy éppen hal hónapokat, vagy éppen marha, vagy sertés, vagy csirke. Jaj, de jó ezeket szárnyas, így hallgatni, meg hallani, mert bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak sürget minket az idő, és szeretnék több teret adni a szövetség részére, ugyanis ha arra gondolok, hogy múlt héten volt például napkori böllérverseny, hamarosan itt lesz az ajaki farsangi disznótoros, utána Nagyecseden is lesz lápi disznótoros, és így tovább. Mindig ott van a szövetség ezeken a nagyobb gasztronómiai megmozdulásokon. Ez mind szép és jó, de mi is a szövetségnek az alapvető feladata? Mi az, amivel ténylegesen foglalkoztok, és úgy látjátok, hogy esetleg egy új évben újabb tereket kell meghódítani akár nektek? Most ebben az évben az étkezési kultúrának a megreformálása címszó alatt döntött a szövetségnek az elnöksége. Kicsit szemléletformálóan szeretnénk föllépni a gasztrokultúra mellett, vagy éppen szembe is. Na, és mit vele csinálunk együtt. Rosszul? Épp ezt szeretnénk elmagyarázni azért, hogy mi az, amit rosszul csinálunk, mire kell a vendéglátóknak sokkal jobban odafigyelniük, mint ahogy eddig tették. Mik azok a nyugat-európai vagy északi trendek, amelyek azért jók, hogyha betartjuk őket, mert sokkal kevesebb beteg ember lesz, a prevenció, az étkezési kultúra, a borfogyasztás, a kultúrát pálinka fogyasztás. Tehát ezek azok a dolgok, amire sokkal-sokkal pontosabban szeretnénk felhívni a figyelmet. Bármit mondasz, Andrés, nekem akkor is az így megpakolt magyaros tányérok jönnek be, de gondolom azért ebben is változtatnunk kell egy kicsit. Nem egészségtelen a magyar konyha, és ezt kell legelőször is tisztába tenni, hogy mindenki azt mondja, hogy magyar konyha egészségtelen. Nem egészséges, de nem is egészségtelen. A zsíros ételek néha kellenek, szerintem ezzel te is egyetértesz. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehettem. És ugye pár pillanattal ezelőtt említettem a napkori böllérversenyt. Mi kint voltunk, illetve kolléganőm Kanalas Otília és kollégám Dankó Márton szétfagytak múlt hétvégén a rendezvényen, viszont nagyon finom ételeket kóstolhattak. Erről a rendezvényről láthatnak most egy összefoglalót itt a Weekendben. Köszönöm mindenkinek! Egészségünkre! Hello, hello! Fagyos hideg, fogópálinka, szabad tűzi perzselés, mi kell még egy hamisítatlan falusi disznótorhoz. Ennél a sátornál egy 160 kilós mangalicát dolgoztak fel a böllérek. A napkori versenyen idén is a legjobb böllért keresték. A jó böllér az, aki nem szenvedteti a disznót, tehát szenvedés nélkül kivérezteti, és jókedvel vidáman feldolgozza. Amikor itt versenyeznek, mi az, amit néz a zsűri, mi az, amit megfigyel a zsűri? A feldolgozás menetét és a végeredményt.
Ebből lesz leves, húsleves, szalona, sült pecsenye, kolbász, húrka és toros káposzta. A jó hurkát mi úgy készítjük, hogy a belszervet és a hurkába szánt különböző húsokat megfőzzük, megabáljuk, és az abált lébe főzzük meg a rizset. Mikor a rizsen loppan a hús, azt kiszedjük, leszűrjük, és azt fogjuk összekeverni az összedarált belszervel. Meg fűszer, borsó, meg ami kell hozzá. A száncsengés és bőlérverseny napkoron a hagyományoknak hűen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, ahová idén is sokan ellátogattak. 17 csapatunk van, aki versenyben indult, és 3 új csapat, aki versenyen kívül indult, meg akarja nézni, hogy miről szól ez az egész, és jövőre már nagyobb bátorsággal versenybe is fognak indulni. Tegnap az egyik csapatnak a vezetője megszólított, hogy igazán nyerhetnének már valamit, hiszen 10. alkalommal vannak itt, és még első díjat soha nem nyertek. És én mondtam, hogy ebbe én sajnos nem tudok beleszólni, a zsűrit kell meggyőzni erről, úgyhogy úgy döntöttek, hogy megpróbálják ebben az évben, hát ha meg tudják győzni a zsűrit. Természetesen a finom étellel. A Mangalica Hungaricum az 1980-as évek végére majdnem kihalt Magyarországon, mostanra viszont évente több mint 60 ezret nevelnek. A mangalica népszerű, hiszen egyre többet hallani arról, hogy húsa sokkal egészségesebb, mint a hagyományos sertéshús. A magyar hagyományos ételek között a sertéshús gyakran kerül a családok asztalára. Hagymásvér, hurka, kolbász és disznótoros kiváló falusi ételeket kóstolhattak a fesztivál látogatók. A legfinomabban elkészített húsok mellett pedig a legjobb fogópálinkát is díjazták az idei bőlérversenyen. Az emissziósok és környezetvédők tucatjai szinte minden évben megalkotják a fészek túrát, de hogy mi is ez, erről beszélgetek az emissziós Szigetvári Csabával. Szia Csaba! Szia, mindenkit köszöntök! Fészek túra, sejtelmes a név, ugyanakkor egyértelmű is. Vajon milyen jellegű túrára gondolhatunk, hogyha tényleg így tituláljuk ezt az eseményt, hogy fészek túra? Hát ez a fészek túra, ez egy kis természetvédelemmel, egy kis összekötött erdőjárás tulajdonképpen. Ugyebár vannak ilyen madarak, akik a magas idős fáknak a lombkoronájába rakják a fészket, aztán ott, ahogy kilombosodik, meg elkezdődik a fészkelés, ott nem is lehet őket látni a sok lomb miatt. Viszont a téli időszak, amikor a fáról lehullanak a lombok, ilyenkor nagyon jól lehet látni, hogy hol vannak ezek a fészkek, ugyanis többnyire ezek a madarak következő évben is visszatérnek a fészkeikre. Szóval a mostani erdőjárásnak a célja a nyíregyházi sóstói erdőbe arra irányul, hogy ismételten felmérjük, hogy hol találhatók ilyen nagyobb méretű fészkek, és akkor a későbbiekben már ennek tudatában tudjuk majd megfigyelni, hogy ott folyik-e fészkelés, milyen sikerrel. Szombat reggel, azaz holnap reggel ilyen 9 óra 30 körül indultok majd az egyik panzió mellől, hogyha jól tudom. Jól emlékszem? Hát, ha pontosabban fogalmaz, ezt mindig nehéz körülírni. A 9 óra 30 az biztos, mert szombaton nem mindig szeretnek az emberek hajnalba fölkelni. És a Tölgyes utca lesz a találkozó, ugye ott folyik át a Ganges, a kanál is, az erdő sarkánál, és ott a Tölgyes utcának azon a végén, ami tulajdonképpen az erdő sarka, ott a kanális partján ott lesz a találkozó. Nagyon hideg lesz, miben érdemes mennünk? Tehát gondolom jéger alsót a fiúk szedjék elő. Hát mondjuk úgy inkább, hogy az évszaknak megfelelő időjárás lesz, ami manapság már nagyon ritka, és meg szoktak lepődni az emberek. Valószínűleg fagypont alatti hőmérséklet lesz, és hó is. Elképzelhető, hogy hóesésre is kell számítani. Ami nem olyan rossz, jobb, mintha a locsposba kellene menni, viszont érdemes úgy jól felöltözni, hogy ne fázzunk, de azért, mivel menni fogunk az erdőbe, azért
ki is tud melegedni az ember. Jó, hát gondolom nem italt, egy forró italt akkor bekészíteni, de gondolom nem egy ilyen 20 perces sétára kell gondolni, hanem akár órákon keresztül nézitek a lombatlan fákat, hogy akkor hol van a fészek, hol nincsen fészek. Mondtad, hogy vannak olyan madarak, akik igenis visszatérnek a fészekhez. Ezt rendszeresen jegyzitek is, vagy ezt honnan tudjátok? Lényegében évről évre bejárjuk ilyen célra az erdőt. Jó, előfordult már, hogy egy-egy évben rossz időjárás miatt kimaradt. És GPS-szel, pontosan kézi GPS-szel rögzítjük a koordinátákat, hogy hol található fészek, nagyjából milyen magasan. Azt is megpróbáljuk megtippelni esetleg, hogy milyen madárnak a fészke, bár az egy, nem olyan egyszerű. És ennek alapján tudjuk követni, hogy hol szűnt meg fészek, hol jelent meg esetleg egy újabb fészek. Valóban a teljes erdőt, illetve nem is a teljes erdőt, a nagy részét fogjuk átfésülni, ez több órába telik. Nyilván, aki csak rövidebb ideig szeretne csatlakozni, azt is örömmel várjuk. Milyen madarak fészkeire kell gondolni, hiszen mondtad, hogy persze nem tudod egyből megtippelni, hogy az most milyen madár lakja azt az adott fészket, de milyen madarakat vártok vissza akár idén is? Ezek a típusú fészkek, amik az érdeklődésünk középpontjában állnak, ezek többnyire nagyobb ragadozó madarakhoz kapcsolódnak. Lényegében a sóstói erdő esetében ez az esetek mondjuk 90%-ában az egerészőjövet jelenti. Ebből, ilyen típusú fészekből olyan 4-5-öt szoktunk találni. És akkor a többi az már inkább a vágyállam kategóriája, mert ritkább madarak, például darázsölyv, esetleg sasok megjelenés, és ez zárható ki. Tudjuk, hogy volt már példa fekete gólya fészkelésére is a sóstói erdőben, ami szintén ilyen típusú fészket rak, tehát nem kizárható. Ez mindig az utólagos ellenőrzéskor derül ki. Hány fészket szoktatok ilyenkor felkutatni? Mondjuk tavaly előtt volt-e valami érdekes számadat, amit így nagyjából be tudsz azonosítani, hogy na, most ez 5 darab fészek, vagy jó volt több? Mondom, körülbelül ez az 5-ös szám, ami várható, nem egy nagy erdőről van szó, ugyebár, és volt már, hogy csak 3-at találtunk, volt már, hogy 6-ot. Ez érdekes, vannak olyan madarak, amik 2 fészket is raknak, de csak az egyikben fészkelnek, úgynevezett váltófészek, és előfordul egyik évben itt fészkelnek, a másikban ott. Nem akarok butaságot mondani, nem vagyok a téma szakértője, de ilyen is előfordul. Lesznek-e még tervek, akár programok a közeljövőbe az emisszió szervezésében, más jellegű túra mondjuk? Terveink vannak. Ami a sóstói erdőt illeti, ami szinte biztos, az a csillagvirág számolás, ami attól függően mikor tavaszodik ki, valószínűleg márciusban, esetleg áprilisban kerül rá sor, amikor a csillagvirág virágzik. És vannak még bizonytalanabb terveink, illetve már megvan, hogy mit szeretnénk, de időpont és helyszín még annyira nem rögzített. Most a Bokortanyás térségre koncentrálunk, és valószínűleg ott egy madárgyűrűzést, illetve egy odukészítést fogunk még szervezni február folyamán. Ugyebár odukészítés rendszerint a sóstói erdőben szervezünk ki a január-februárban, most valószínűleg a helyszín az valami Bokortanyás lesz. Egy biztos, holnap reggel indultok akkor a fészek túrára, és jó meleg öltözetben várjátok az érdeklődőket. És vízálló cipő, ami vízálló lábbeli, amit különösen kiemelnék, mert azért hóba fogunk csatangolni. Abszolút. Szerintem a következő pillanatokban ez a fészek túra is olvasható, majd látható majd a programajánlóba, hiszen most ez következik. Partira invitálják a fiatalokat a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Már jövő héttől erről is beszélgetek az intézmény vezetőjével, Tomaszowski Anitával. Szervusz! Szia, köszöntöm a nézőket! Így van, pont azért találtuk ki ezt a Quiz Party elnevezésű
foglalkozást a középiskolásoknak, mert ők azok korosztály, akiket a legnehezebb bevonzani a könyvtárba, és gondoltuk, hogy egy ilyen játékos vetölkedővel sikerül őket becsalogatni a könyvtárban. Jelenleg 5 csapatunk van, 5 csapat, 5 fős csapat, és az első ilyen quiz party majd január 28-án 16 órakor lesz. Na de mi ez a quiz party? Annyira érdekes ugye a név, gondolom, ezért is jelentkeztek a fiatalok, hogy van egy hangzatos rendezvény, ahol megmutathatjuk tudásunkat, gondolok itt a quiz szó jelentésére, de milyen jellegű lesz ez a megmérettetés? Ez a quiz party, a quiz night elnevezésű úgynevezett kocsma quiz játékból eredt, vagy innen kaptuk az ötletet, hogy ehhez hasonlóan átültetnénk ezt a dolgot könyvtári formákba, hiszen a könyvtár a tudásnak a tere, és arra gondoltunk, hogy kicsit vidám, kötetlenebb, játékos formában fel tudjuk kelteni a fiatalok érdeklődését, és megmutathatják általános műveltségüket, irodalom, történelem, matematika, földrajz és a többi tudományág területén. Tehát lényegében nincsen egy lekorlátozott tematikus szféra, hogy most csak történelmi dolgokat fogunk kérdezni, hanem bármilyen általános műveltséget fog tesztelni, és úgy gondoltuk, hogy ez fel tudja kelteni a fiatalok érdeklődését, és mivel a neve is Quiz Party, így kifejezetten ennek a korosztálynak szól, és sikeresnek bizonyult, hiszen már 5 csapatunk van. Január 28-át emlegetted, az már itt van, tényleg jövő héten már akkor versengenek, és azt mondtad, hogy az első alkalom akkor lesz, akkor ezek szerint egy ilyen 2-3-4 alkalmas vetélkedő lesz? Hogy tervezitek? Ez havi rendszerességgel fog zajlani januártól szeptemberig, kivétel a nyári szünet, akkor hagy pihenjenek a diákok, és majd októberben az országos őszi könyvtári napok keretében lesz a csapatoknak a eredmény hirdetése, a legjobb kvízmester csapatot majd valamilyen apró ajándékba fogjuk részesíteni. Akkor a februári kvízpartira már több csapat is jelentkezhet akár, vagy csak ez az 5 csapat viszi végig a következő hónapokban a partikat? Így van, be lehet kapcsolódni folyamatosan, tehát akinek van kedve, nyugodtan jelentkezzen. A honlapunkon, Facebook oldalunkon minden fontos információt megtalálnak a jelentkezéssel kapcsolatban. Ez nagyon jó pofának tűnik, és remélem, hogy aki mondjuk látja, hallja ezt a beszélgetést, egyből felkapja a fejét, és igaz már a január 28-aira nem igazán lehet jelentkezni, de akár a februári, a márciusra még be lehet voksolni, hogy na, mi is ott leszünk. De rengeteg papírt hoztál nekünk ide, rengeteg program névvel, tényleg hát ezeket esélyt megjegyezni szerintem, annyi mindennel készültek. Mik lesznek a húzó programok a következő időszakban? Hangsúlyozom még egyszer, hogyha valaki most csatlakozott a beszélgetéshez a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Egész évben sok programmal várjuk a látogatókat a könyvtárba. Mindig kiemelt programjaink vannak, és csatlakozunk a város nagy rendezvényeihez is. Ilyen volt a Kultúra napja, illetve majd lesz az ünnepi könyvhét, a Vidor Fesztivál, és ősszel pedig az országos őszi könyvtári napok. Folyamatosan tematikus, csoportos foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket, például hamarosan következik a farsang, és akkor hip-hop farsang címmel a farsangi népszokásokról tartunk előadást, illetve majd jön a húsvét, akkor húsvéthoz kapcsolódó népszokásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek csoportos foglalkozás keretében, de megünnepeljük a madarak és fák napját, a vízvilág napját, és minden nagyobb ünnephez, jeles naphoz kapcsolódunk. A legközelebbi rendezvényeink februárban, február 14-én lesz, csatlakozunk a Nemzetközi Könyvajándék naphoz. Már megijedtem, hogy a Valentin naphoz, mert mondom, most fordulok le a székről, de akkor abszolút nem. A szakmán belül maradtok mindig. Ez mennyire lesz laza rendezvény, kiknek ajánljátok majd?
Ez egy önkéntességen alapuló rendezvény. A célja az, hogy minél több fiatal gyerek könyvhöz jusson. Ugye manapság a könyvek ára egyre drágább, ezért van a könyvtár, hiszen ott minden friss könyv elérhető, csak be kell iratkozni, illetve a 16 évján aluliaknak ez teljesen ingyenes. Ez az önkéntesség arról szól, hogy ezen a napon, február 14-én mindenki ajándékozzon egy könyvet, aki teheti, rokon gyereknek, ismerős gyereknek, vagy hagyjon ajándékkönyvet egy intézménybe. Akár akkor akár mi is bevihetünk a központi könyvtárba? Így van, akár a könyvtárba, hiszen mi is selejtezünk az állományunkból, mi is gyűjtjük a könyveket, és el tudjuk juttatni mi is rászoruló gyerekeknek. Én arra gondoltam, hogy nagyon sok olyan könyv lappang szerintem valamennyi háztartásban, amit már százszor elolvastunk, vagy akár kettő is van belőle, hogy ezeket tényleg bevihetjük akár a könyvtárba is? Tehát, hogy ti akár szortírozni is tudjátok ezeket a könyveket célzottan, vagy ne zargassunk titeket ilyennel most? Elfogadunk ajándékkönyveket az olvasóktól, ezt örömmel veszük. Szét szoktuk válogatni, mi az, amit az állományunkba be tudunk rakni, mi az, amire nincs szükség, akkor azokat próbáljuk mi is eladományozni különböző szervezeteknek, illetve rászoruló gyerekeknek, akár a határon túlra is, hiszen gyakran ott olyan problémával néznek szembe, hogy a magyar gyerekek nem jutnak magyar könyvhöz, és ez is egy ilyen önkéntes kezdeményezés, valamint ezen a napon majd a Móra kiadótól érkezik hozzánk egy gyermekíró, még ez a program szervezés alatt áll, de majd harmadik, negyedikes osztályos tanulók találkozhatnak az íróval. És még mielőtt tovább mennénk, mindenképpen elmondanám, hogy minden megtalálható ugyanúgy a különböző internetes felületeken. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, most ennyi jutott erre a témára, viszont egy biztos, hogy akkor január 28-án lesz a Quizparty 1, az első felvonás, 5 csapattal, és februárban, márciusban várjátok a következő csapatoknak a jelentkezését. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatkoztál, mint új igazgatója a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárnak, és hajrá nektek a következő időszakra, mert látom, hogy csak februárban, nem is tudom, minimum vagy 5-10 rendezvényetek lesz. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm a lehetőséget, és várunk mindenkit nagy szeretettel a könyvtárba. Mi kell, mi kell, mi kell, mi kell.